Az Indiana Jones 5 lehet az utolsó filmje, mondván, hogy John Williams, 90 éves, egy interjúban, de hozzátette, hogy ez nem azt jelenti, hogy nyugdíjba vonul, nem zenével és koncertekkel jár. A legendás zenész és az Oscar díjas zeneszerző ötször, amely a Cápa, a Csillagok háborúja és az E.T.-ből állt, az AP hírügynökséggel beszélt, hogy az Indiana Jones 5-nél dolgozik. Mint mondta, a film főszereplője, Harrison Ford, aki fiatalabb volt, mint ő, bejelentette, hogy ez lesz az utolsó filmje. Tehát azt hiszem, ha Harrison ezt megteszi, talán én is vagyok, idézte a Variety a csütörtökön. Williams magyarázatként hozzátette, hogy oly sok ősi munka túl hosszú volt, egy fél éves munka, amelyre egy ilyen nagy méretű film szükséges. Ugyanakkor kijelentette, hogy nem hagyja abba a munkát, a zenére és a koncertre kívánja szentelni. Williams nemrégiben visszatért a Csillagok háborújának világegyetemébe a Disney Obi-Wan Kenobi sorozathoz. Williams hangsúlyozta, hogy a zene az élete. Ez lehetőséget ad arra, hogy lélegezzem, éljek és megértsem, hogy több fizikai életről szól. Anélkül, hogy vallásos lennék, ami nem vagyok kifejezetten, a művészeti élet, a művészi élet valós életének, a művészi életnek a saját élete. A zene növelheti a gondolkodását a költészet szintjére. Gondolhatunk arra, hogy mennyi zenére van szükség az emberiség számára. Mindig szeretek játszani azzal az elképzeléssel, hogy a zene régebbi, mint a parkolható és sípoló nyelv, mielőtt beszélhet. Tehát ez egy az emberiségünk alapvető része, idézte a Variety zeneszerzőket. Az Indiana Jones 5 kalandfilmet, amelyet James Mangold rendez, 2023 nyarán sugároznak.